A Merida 2017-ben Ruppoldingban Németországban mutatta be a Silex nevű gépét, ami egy gravel bringa, tehát így utcanyelven egy kényelmesebb, túrázósabb országúti járgány. Idén, 2018-ban ugyanitt a Mission CX paripával rukkoltak elő, ami egy teljesen újra gondolt, újra tervezett ciklokrossz gép, vagy cyclocross gép, ugye nehogy már ezen fennakadjunk, UCI által elfogadott vázzal, és a bemutatón a mérnök, amikor mesélte a saját kis gyermekéről, megfogott egy mondat, mégpedig az, hogy ők bizony a Mission CX-et utcai commuting használatra is ajánlják. Rögtön fel is tettem a kezem, hogy álljunk meg egy szóra, ugyanis itt van nekünk ez a Silex, ami sokkal kényelmesebb, túrázósabb, miért nem inkább azt ajánlják a utcai forgalomra. Természetesen a válasz az volt, hogy mind a kettőt, hiszen a Mission CX egy versenygép, tehát haladósabb, sokkal merevebb, akinek ezt tetszik, használja azt, akinek a kényelmesebb tetszik, használja azt. Kaptunk az alkalmon, kértünk egy-egy tesztpéldányt a Merida hazai forgalmazójától, a Bikefun Kft-től, hogy kipróbáljuk a budapesti utcákon és a Budapest környéki hegyeken, melyik áll inkább közelebb a szívünkhöz. A Merida Silex váza, a vázfelépítése ránézésre is kényelmes, mint ahogy azt említettük. Nézzük meg, a fejcső milyen magas, a fejcső szöge is más. Például a láncvillánál nagyon látszik, hogy milyen szép vastag, lapos ívelt. Ugyanígy a felső támvilla is egy nagyon szépen ívelt. Egyértelműen érződik ezen kialakításoknak az előnye a városi budapesti viszonyok között. A macskaköveken, az iszonyú rossz felpuposodott utakon, a Budapest környéki hegyeken nagyon-nagyon kényelmesen, mint kés a vajba veszi ezeket az akadályokat. Míg a Mission CX-nél ez egy sokkal letisztultabb, merevebb kialakítás, az első villánás sincs az az íveltség, hátsó villánás sem az a nagyon lapos, nagyon ívelt. Ez egy merev, mint már mondtuk, UCI által elfogadott versenygép, éppen ezért a sebességkedvelőknek ezt ajánljuk, de ez egy kicsit pattogósabb, tehát a körúton pattogni fog a háta, nyilván meg kell tanulni bringázni, mindenki ezt mondja, és akkor ez nem lesz zavaró. De aki a kényelmesebbet szereti, mint én, az a Silex-et választa még városi használatra is. Főleg, ha túrázni is akarunk, és esetleg egy olyan bringát szeretnénk, ami mindenre jó egy kicsit, akkor is a Silex lesz az én szempontomból a választás, ugyanis a Silex-en mindenféle előkészítés megtalálható. Első csomagtartó, sárhányó, hátsó csomagtartó, még bikepackingre is teljesen alkalmas, úgy tervezték meg ezt a kerékpárt, úgyhogy szépen fel tudjuk pakolni, mehetünk vele piacra, és vihetjük haza mamának a kiló paradicsomot. Hasonló kormány van mind a kettőben, mégis a Silex egy kicsit laposabb és vastagabb, ezáltal kényelmesebb hosszú távon kapaszkodni vele, vagy támaszkodni rajta. Nekem ez a beállítás kényelmesebb volt a mindennapi használatban. Ami a használat során például érdekes volt, hogy a Silex egy kicsit hosszabb, és ez a mindennapi használatban annyi kellemetlenséget okozott nekem, hogy az én méretemhez ez egy kicsit nagy volt, és fájt a könyököm az folyamatos használattól. Nyilván ez a rövidebb stusznival, beállításokkal lehet orvosolni, nekünk most ennyi időnk nem volt, hogy mindent beállítsunk, de a lényeg az, hogy erre figyelünk a választásnál, hogy a CX-nek az MS váza az egy kisebb, rövidebb, kompaktabb váz, míg a Silex-é ugyancsak nyilván a kényelem és a túrázás miatt egy kicsit hosszabb, nagyobb. Én általában gyorsan szeretek menni, minél hamarabb szeretnék odaérni az úti célomhoz, és ebben számomra a Mission CX volt az, ami legjobban támogatott, mert ennek volt olyan a váz kialakítása, hogy dinamikusan, gyorsan tudtam vele haladni. Ezzel szemben, amikor ráültem a Silex-re, ami kívülről ugyanúgy országúti kerékpárnak néz ki, azt hittem, hogy nagypapám trekking biciklijére ültem rá, mert már túl kényelmesen sikeredett a váz kialakítása. Hozzá kell tennem, hogy amikor durva, rázós terepre érünk, akkor bizony a Silex nyergében valóban kényelmesebben éreztem magam, mint a Mission CX-nél. Bár mivel én egy ilyen harcos bika vagyok, ezért engem nem érdekel, hogy rázós, úgyhogy maradok továbbra is a Missionnél. A felszereltségét tekintve egyébként a két bicikli, a nálunk lévő modellek eléggé hasonlóak. Mind a kettő a SRAM Apex 1 1x11-es szettjét kapta hidraulikus tárcsafékkel, tehát ebben nem találtunk nagy különbséget. Ami viszont észrevehető különbség még a vázgeometrián kívül, az a választott külső gumi, mert még a Silex-en egy gyorsabb gördülésre alkalmas Maxxis radzó van, aminek csak az oldalán találhatunk bütyköket, addig a Mission CX-en a Maxxis Mud Wrestler sokkal bütykösebb gumiai vannak, ami viszont kifejezetten saras, csúszós körülményekre lett tervezve, és ez bizony egyértelműen érezhető, amikor ilyen saras, avaros, csúszós terepre érünk, hogy a Mission CX nyergében sokkal jobban kontrollálható a kerékpár ezen a terepen.
Vagyis én a hétköznapokban, mivel gyorsan szeretek menni, valószínűleg a Mission CX-et választanám, viszont hogyha el szeretnék menni többet túrázni durva terepre, akkor választanám a Silex-et és rátenném a Mission CX kerekeit. Van még egy apróság, ami említésre méltó. Egyértelműen a Mission CX-el sokkal könnyebben lehet egy kis csiki-csuki kanyarokat tenni. Valószínűleg köszönhetőleg, sőt majdnem biztos köszönhetően ez annak, hogy a felső csőve sokkal rövidebb a Mission CX-é, és a fejcső szög pedig majdnem egy fokkal meredek. És akkor most ezeket vissza kell adni? Nem tudom. Miért kéne vissza? Odaadták, nem? Hát odaadták, hogy használjuk. Meg milyen tesztet csináltunk már. Igen. Meg hogy döntsük el, hogy nekünk melyik tetszik jobban. Nekem a zöld tetszik jobban, a Mission CX. Igen, az én kabátom kék. Hát akkor ennyi a kék. Jó. Azért most szar lenne az irodába ülni bennem. És bringázunk is? Bele kéne, nem, hogy már dolgozzunk egész nap. Jó lenne bringázni is. Akkor menjünk dolgozni. Mindig csak dumálunk. Menjünk biciklizni.